nem csillapodik a koronavírus járvány, ez pedig nem csak egészségileg, hanem gazdasági téren is számos embert sodor veszélybe. Az érintettek megsegítésére a magyar kormány ezért tavasszal hiteltörlesztési moratóriumot vezetett be. Az eredetileg évvégig szóló lehetőség eddig 1.600.000 családnak és 60.000 vállalkozásnak nyújtott mentőövet, melynek köszönhetően decemberig 2000 milliárd forint marad a családoknál és vállalkozásoknál. A világgazdaság grafikáján jól látszik, júniusban hiteltípusonként hogyan osztott meg a moratóriumban való részvétel. A miniszterelnök a gazdaságvédelmi operatív törzs szombati ülését követően bejelentette, hogy az általános moratóriumot rászorultsági alapon történő hosszabbítás váltja január 1-től. Meghosszabbítjuk a háztartások számára nyújtott hitel moratóriumot néhány társadalmi csoport esetében január 1-től további 6 hónapig. Meghosszabbítjuk a gyermeket nevelő családoknál, akárhány gyereket is nevelnek ők, rájuk ez érvényes, a nyugdíjasok esetében, a munkanélkülieknél és a közfoglalkoztatottaknál. A vállalkozások esetében a vállalkozóknak be kell jelenteniük, hogyha a moratóriumot meg akarják hosszabbítani, és hogyha a bevételük több mint 25%-kal csökkent, akkor meg fogják kapni a moratórium lehetőségét. A gyermekeseknek, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek és közfoglalkoztatottaknak ugyanakkor semmit sem kell tenniük. A moratórium automatikusan meghosszabbodik. Nekik csak akkor kell felkeresniük a bankot, ha a moratórium lehetősége ellenére fizetni szeretnének, tette hozzá a kormányfő, aki a videóban egy másik fontos dologra is felhívta a figyelmet. Azt javasolja a gazdaságvédelmi operatív törzs, hogy a háztartási és vállalkozási hiteleknél, de itt mindegyik esetében, a járvány kezdete előtt fölvett hiteleknél 6 hónapra rendeljünk el felmondási tilalmat. A kormány ezt meg is fogja tenni. A bejelentés nem tért ki arra, hogy azok a jogosultak, akik korábban jelezték, hogy nem igénylik a moratóriumot, visszatérhetnek-e a meghosszabbított szakaszban a védőernyő alá. A Világgazdaság cikke szerint számos más kérdés is nyitott, még pontos képet csak a részleteket tartalmazó kormányhatározat ismeretében lehet majd tudni. Ami viszont biztos a járvánnyal kapcsolatban, hogy hétfő óta a maszk használata már nem csak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomás és megállóhelyi helyiségben is kötelező, ahol a 6. életévét betöltött utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik. A MÁV és a Volánbusz minden olyan utasát kizárja az utazásból és pótdíjat szabhat ki rá, aki nem a rendeletben előírt módon viseli az orrot és a száját eltakaró maszkot. És mindenképpen maszkot, a sáv vagy kendő ugyanis már nem elegendő. A maszk viselése emellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is kötelezővé vált. Ugyancsak hétfőtől be kell zárni a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket 23 óra után. Hétfőre egyébként 876 megyékben pedig 42 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma, és országosan 3 krónikus beteg hunyt el a járványhoz köthetően.